Üdvözlök, ismétel mindenkit! Nagyon sok minden letett volna, de hogyan nem lett. Folyton sokkal több témák is lettek volna, de valahogy mindig volt, ami lassított le, és így más. És voltak, nem csak ez a live videók. Közel jövőben lesznek ilyenek, hogy jobban ilyen operációs rendszerek is be lesznek mutatva. Izgalmasabb legyen, nem olvasom el, hogy mit tud. És az úgy unalmas, ha tudod, fejből csak azt mutatod be, hogy ne nézem meg. A változást lesen rajta. Látni nem pedig lenne, hogy jaj, feltanított szövegek. Nagy értelme nincsen. Mert itt, amit most a mai téma lesz, én azt nem gyakoroltam. Abszolút. Épp most, ami épp az eszembe jut. Én ez a... Néztem a, előbb a Covid-os odat. Szerbiában. És a helyzet nagyon fontos. Nagyon fontos, ne röltessétek meg matatokat, még tüdőbajotokat, se tüdőtök meg fog hibásolni. Ezt tanácsolják a szakemberek. Valami nagyon nem stimmel. Hát azt kell nézni, hogy kifeleztették ezt a vírust. Ha ez a mesterséges, nyilvánvalóan nem béznákra lett, meg ilyen elhízottakra, hanem nyilvánvalóan izmosokra lette. Még van, hogy kiki, de lett felesztve. Nem pedig lenni, és itt van az a szám. Mai napon már, jól emlékszek, 1045-öt. Miért? Nem rossz emlékeztem, 1053-at. 9430 tesztet csináltak meg. Kezdenek panikolni a lakosság. Panikolhatnak. Nincsen oltószer. Kb. Már egy éve van, ez olyan vírus, ami ellen nincsen vakcina. Attól függ, hogy milyen a szervezeted. Én azt tudom, hogy nagyon sokan a virtuális lábban élnek, de vannak épülve, elszokják a munkát, ledolgozzák, kifáradnak, azt nem edzik tovább magukat, belenyugodtak, pihentetik magukat. És a jó színűséggel örökre fognak menni pihenni. De ez is ilyesmi, hogy itt megint csak nem értek egyet a szakembereknek, kiszik magukat, nincs vele számolva minden lehetőség. Hogy egyetlen haltak meg a Covid, az nem nagy valami, amikor karatén volt, akkor naponta a 7 idős is meghalt. Egyszer nem tud elállni a szervezetük a megszokástól, és problémák jelentkeznek. Náluk mindenki ilyen segítők a segít alá raktak mindent, és akkor mi történik? Jobban elhalnak, meghalnak. Egyszerűen nem tudják a változást megszokni. Ilyen szokott lenni ez a valóság, nem pedig ez a bedumált okosságok. Ez is ilyen kitérő volt, és ilyen fontosabb az örökharc. Az örökharc a hitben! Nagyon sokan felejtik, errefelé mi is volt egy időben. És én szerintem nagy szégyen az is, hogy a kivaj a folyót nem folyik. Kellene folyni a folyónak, csodálkozok azon, akik maradtak, hogy nem szállj nekük a folyó. Én addig úgy tudtam, hogy a folyó az fontos. Látszik, hogy a hivaj a folyó szerviai, vannak ilyen videók, akiket csináltam. Ha nem folyik! Régebben folyt. Most már nem folyik. 109 méter, kilométer hosszú, átfolyik Topolyán. Van a vacak mesterséges tó, Bajsán átindul, és egyszerűen Bajsán át, ott van az erdőség, az a kis fulozza a hivaja, és egészen a tó torkolatáig tég van. Logolni. És egyszerűen itt van, mi is történik.
Az a... Nem értem. Azon a sítőek, hogy tudják ezt engedni? Meg a Krivaja folyónak az állapotát. Egyáltalán itten vannak olyanok? Vagy pedig nem kirettek írtva az összesek? Nagy valószínűsége azért nincsenek, mert örök harcot vívtak, addig harcoltak, amíg el nem pusztultak. Ért ilyen palesztinok férgek, akik most uralkodnak? Ezt nem lehet megengedni. Hogy azok legyenek olyanok, akik mocskossából gazdagodtak meg. Szégyen azoknak, akit ők kapták már, és ők vannak itt. Azt hiszik, hogy örökbe kapták, de nem kaptak senki se örökbe. Ez ilyen kicsi kitérő volt. Hát... Ez rémes, ami történik. Történt a folyóval. Érte építettek egy mocskos tavat. Itt van ez a tavacska. Itt van ez a tavó, tavacska. Mennyire jó? Mennyire nem? Vannak ilyen képek, hogy milyen szép, mit nem tudom, micsoda. Én szerintem abszolút nem szép, nem higiénikus. Benne fürdenek, jó sokan, tele lehet baktériumokkal, férgekkel, parazitákkal. Mesterséges tó, mégsem tudják a valódi Krivaja folyónak az ökoszisztémáját elállítani. Helyette benne úszkálnak. Sokan fürdenek benne. Ki tudja, milyen fertőzéseket kapnak el. Nem ugyanaz a mesterséges tó, mint a természetes tó. Mert a természetesnek van öntisztítása. Ennek a vacak tónak már nincsen. Ez azért lett szerintem építve a tó ide, nagyon sok mindent elfedjenek. Érdekesség, amerre régebben jártak a kurvák, lehetett kurvázni, oda mindenhova építettek tavat. Ez nagyon furcsa az egészet. 3-4 darab tó van a topai községben. Azért, mert egyszerűen ne járjanak többi oda lehessen kurvákhoz járni, így helyette bemocskolták őket. És mindenki tudja, ilyen hatalmi szerek a mocskos kurvákhozra nem járnak. Ilyen egyszerű. Rá magyarázat, miért is van ez a sok tó topaján. Rengeteg tó van itt. Nem csak ez az egyetlen egy van a topai tó. Ez nem is a topai tó, ami itt van. Nem ez a szigetszerűség. Nem is láttam. Van egy út. Lehetetlen, hogy a... Nézd a topaját! Ez a malom. Most nem teszem, ez a szar sziget hol van. Nem a topaitól lehet. Ez egy másik mesterséges tó lehet. Mondom, több darab tó van a topai községben. Van 3-4 darab. Látható a távolban valami kastélyszerűség. Nyilvánvalóan azért van ennyi tó, ne járjanak oda többé baszni. Ilyen egyszerű. Egyetre tönkretették a palesztinok a folyót. Ezt
Egyszerűen nem tudom megérteni, hova tűntek. Hát, belementünk egy kicsikét a városnak a történelmében. Ez történik, hogyha nem a hit uralkodik az örök harc, hanem egy másik. Mocskos árulók vannak. Palesztinok. Hogy azok is szégyellik, akik ezt egy időben adták nekik. Hogy hatalmon vannak. Azt sem értem, hogy mikor fogják már kicsikét kivégeztetni őket. Fogalmam nincsen, hanem ebbének tenni. Ezért kell ide a... Nekem is majd épni kell egy kicsi kételnek. Vissza kell állítani a Kivaja folyónak a valódi állapotát. Folynia kell a folyónak. Nagyon fontos, hogy folyjon a folyó. Ez ilyen kitérés volt megint csak. Szóval említettem, hogy több livestreamek fognak lenni. Jobban be lesznek mutatva. Visszatérnek ilyen videók. Talán kapok valami pénzt is. Vagy tényleg elmegyek a szörökitnek örökitet szolgálni. És visszaállítom a kiválnak a folyóját. Köszönöm ezeket az áruló, mocskos. Nem illetem meg őket. Meg kell szabadulni tőlük. Már réges régóta. Azért nincsen itt az örök harcos hitek, hát addig harcoltak itten, ameddig éltek. Ez így szokás mondani. Hogy elestek az örök, védték a folyójukat, mindent, és egyszerűen elestek. Eséget élnek itten. Na hát ez a vírus is. Itt is meg kell értenetek azt, hogy nincsen rá oltószer anyag. Ez olyan, ami már 2001-ben kellett fejleszteni. Sokan hazudnak, hogy 2001-es verzióban volt oltóanyag, de nem volt védőoltás. Szerint nincsen rá. Most gondolkozzatok egy kicsikét. Nyilvánvalóan, akik fejlesztették, azok jó fizikai állapotban vannak. Nem pedig nem véznák, elhízottak, mozognak, nem néznek annyi virtuális tévét se. Tudják, hogy hogy lehet túlélni. Nem pedig lenne a szakemberek. Pihenjetek minél többet, pihenőltessétek meg matagotokat, abszolút meg! Idősen sem erőltetik meg a karaténba, mondom, hogy jártak, minden nap heten meg is haltak. Most mi a károsabb, mi a nagyobb szám, a vírusban való állazás, vagy pedig a karaténnak a hatásai. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!